Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok. Elnézést a kicsi késésért. Nem úgy haladtam a vacsora kapcsán, ahogy terveztem. De hát mindegy, itt vagyok. És folytatjuk a Dark Souls 2-t. Egy pici kitérővel, mármint... Hát nem kitérő, mint az valamelyik nap kiderült, hanem igazából arra is lehet menni, úgyhogy akkor arra megyünk. De furán néz ki most a kamera. Várjatok már. Vagy én ülök alacsonyan. Pedig a szék nem lett kisebb, esküszöm. Bocsánat. Na. Szóval egy picit más irányba megyünk, hogy megkönnyítsük a dolgunkat. De mondom, a guide alapján fogunk menni, úgyhogy semmi meglepő nem várható alapvetően. Így van, helyde, jaja. Jó, na. Igen, szülinapi afterparty, hát Sherry Tadri így utólag is, hát istenéletesen sokáig. Tegnap nem volt stream, mert tegnap is, tehát tegnap egy ilyen szülinapi akármi volt, ami szerdáig úgy volt, hogy lesz, aztán szerdán úgy volt, hogy nem lesz, aztán egészen tegnap estig úgy volt, hogy nem lesz, aztán lett. Na mindegy, nem akarok róla beszélni. Én abszolút passzív részvevője voltam a dolognak. Ültem és ráragasztottam egy dobossört az arcomra. Na jó. Egyébként minden rendben van. Tehát jó hetem volt. Nem meglepetés buli volt. Nem is buli volt, csak egy vacsora. De nagyon indecisive volt a... Mindenki. Na mindegy. Folytassuk, én azt javaslom. Itt vagyunk, mégpedig Majulában. Itt van Lőrinc, ugye? És ugye... mi is a map neve? Ahol voltunk a... Lost Bastille. Jó mondom? Segítsetek ki. Igen, Lost Bastille. De nem arra megyünk. Mert ott... Hát... Mert mindegy, idegesítőek voltak az ellenfelek, meg a boss is. Úgyhogy elmegyünk farmolni. Na most én még a délután, amikor még nem voltam megcsúszva a dolgokkal, annyit csináltam, hogy léptettem egyet a kardon. Mert volt nálunk Soul, és vettem egy Titanite Shardot, mert annyi kellett, és egyet léptettem a kardon. Úgyhogy most már valahogy így néz ki a dolog. Szerintem rendben vagyunk, hát most megyünk majd erre a területre, meglátjuk. Elvileg ez se sokkal könnyebb, mint a Lost Bastille, de talán egy kicsivel vállalhatóbb. Úgyhogy szerintem nagy baj nem lehet. De mondom, meglátjuk. Meglátjuk. Ha a bosszok könnyebbek, igen, ha a bosszok könnyebbek, akkor rendben vagyunk, mert abból jön farm elég jó. Ja, igen, a három kristalin, vagy igen, az nehéz. Jó, úgyhogy akkor erre jövünk. Más nem történt, egyébként 5 óra 40 perc van a játékban, szóval tényleg nagyon-nagyon az elején vagyunk. Még szinte sehol. Na, ez itt mi? Nem ez, hanem ez. Igen, valami nem, valamiért nem megy. Vajon ez majd később megy? Vagy meg kéne ütni? Nem akarom megütni, hanem nem muszáj. Mit mondanak a kollégák? B.
beating to a pulp ahead. Be wary of liar. Na jó, hát akkor később visszajövünk. Ó. Ez egy titkos fal. Nem. Meg kell próbálni. Egyébként, amíg odaérünk, nem tudom, hallottátok-e, hogy egyre erősebben pletykálják az Elden Ring 2-t. Hát, meglátjuk. Treasure Head. Crimson Parma. Az mi? És hol van? Ó, nem tudom. Hova került? Shield. Ó, oh, shield, aha. Oké. Okay. Very ordinary shield. Nem shieldezünk, úgyhogy tök mindegy. Menjünk tovább. Ó, oh, oké. Okay. Nem vettem észre. Szerinted fake news a Elden Ring 2? Hát, igen, valami olyasmit nyilatkozott egyébként, vagy beszélgettek valami kapcsán Miyazakival, és ő mondta, hogy szeretnének egy csomó dolgot megtartani a lore kapcsán. Hogy kiderüljön egy következő játékban. Hát igen. Ez mondjuk bármit jelenthet persze, de... Most mindenki egy kicsit úgy izgalomba jött. De hogyha lesz is, az biztos, hogy nem mostanában, tehát... Hades Tower of Flame. Na, megérkeztünk, úgyhogy egészségetekre. Ez egy remek sör. Hát, te is mit búslakodsz itt? Nem lehet vele beszélni. Hát jó.
200. 200. Ó, és itt vannak kollégák, ahogy látom. Kérjünk segítséget? Miért is ne? Ki ez? Shield... Shield... Ja, ez player. Oké, akkor nem. Blobby, akkor ez is player. Akkor nem kérünk segítséget. Hát jó, lehet, hogy valami olyan volt benne, ami... Nem olyan vészes, csak nagy. Hát igen, szól se nagyon ad, szóval. Night. Ja, igen, az lehet. Igen. Igen. A VA-gét szokták még. Magyarul írok, hogy szia, itt vagyok, és akkor a... Ez is itt szomorkodik. Hello! Oh! Ne húzzam meg a karokat. Jó. Nem tudom ezt, ez egyelőre mit jelent, de... Shit. Crack-eyed orb. Jó, hát meglátjuk, nem tudom ez eddig mi, hogy mi hogy tudjuk cheezelni a boss-t, de... Viszlát! Ez egy kar. Jó, akkor nem húzom meg, megyünk tovább. És melyiket kéne előbb, Nevermind, a sárkányt vagy a Dragon Rider-t? Mit javasolsz? Ez így nem lesz jó. Semmi baj. Tehát a Dragon Rider bossza könnyebb. Oké. Főleg a cheese-zel. Ah, oké. Okay. Jó. Ezt mindig elrontom.
Jó. Oké. Elég lomhajószágok. Jó, akkor jobbra menjek. Gyanús az ott nekem. Üssük le, vagy mi legyen? Vagy egyelőre még nem tudom. Ha jó, hát próbáljuk meg. Jó sikerült szerintem. Elsőre nem volt rossz. Shit. Majdnem fagyos lett. Elég nagy tiszteletlenség volt, mert nem azért. Így hátat fordított.
Hát igen, nevermind, ez a helyzet. Ügyesen kéne egyébként, az a titka. Hát kicsit még próbálkozok azért. Meg elrontom ezt. Shit. Köszönöm a csírt, Sherit Adri. Nagyon futunk, így is buktuk a szólt. Szerintem be tudunk futni. Elég lomhák ezek a enemik. Mondjuk igen, megöljük a bosst, utána gondolom vissza kell jönni erre. Hát vagy meglátjuk. Lesz utána bonfire? Oké. Én csak meg kell találni a timingot, és akkor jó lesz ez csak.
Oké, és mit ad a szól? Azt, arról valami infót. Igen, sajt volt, jaja. Üljünk le. Aha. A Twin Blade az... Az milyen weapon? Érdekes az nekünk. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well... Do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... Well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible by teaching the good word. I expected this cathedral to, without Ja, valami Jehovás néni. Sorry. Mit árul? Greek Sacred Chime. Ja, akkor ilyen varázslásokra jó. Oké. Increases fate. És varázslások. Jó, hát... No need for miracles. No. Thank you. The gods frown upon such soul scrimpers. Cheers. Hogy miért ilyen delay-es a streamed? Hát, ez jó kérdés. Jó, akkor szerintem most visszafele megyünk a sárkányhoz, ugye? Én is úgy gondolom, mert az tovább már egy kövi map. Szerintem lépünk szintet. Vagy nézzük meg előbb a ládát?
Nekem mindegy. Ah. Tehát akkor ne basztassuk. Jó, emeljünk szintet lépni. És akkor utána basztatjuk. Csak ne bukjuk már ezt a sok szót, ha már megcsináltuk a boszt. Jó, hogy is vagyunk? Hát szerintem a HP most úgy rendben van. Ó, mondjuk még a szót el kéne költeni. Na várjatok. Hát akkor ezt megesszük. Nem hiszem, hogy fogjuk használni az eszközeit. Jó, meg akkor ezeket is. Strength meg Endurance meg Vigor. Az is menjen. ADP-t. Miért az ADP-t? Mire jó az ADP? Resistance. Poise. Iframe-ek számát befolyásolja a rollban. Jó, akkor most ne adjunk a dexre, hanem adjunk minden másra. Jó. Na, menjünk vissza. Jó, és akkor most már ébren vannak azok a soldierok is. Jó, húzunk akkor az ADP-n egy kicsit. Jó. Úgy lesz. Nincs nagyon Chloe's talizmán, ugye? Vagy ebben a játékban nincs is egyáltalán. Ja, de van.
és azt ide kell tenni, igaz? Jó, és meg kell dobni vele. Limits HP reduction when hollow. Ó, király. Tehát kevesebb HP-t von le, ha hullaformában vagyunk. Ah, semmi baj, nevermind, ez fordul. Mindegy, eldobtunk egy... Eldobtunk egy lói talizmánt, és akkor mi van? Semmi. Na gyere te mackósajt! Meg int a... Szerintem Shadedry nem arra a summonra gondol, hanem a... tudod, mint ami az Elden Ringben is volt a... Itt én a Black Knife-t is, meg mit tudom én. Igen, igen. Arra gondol Shadedry? Vagy rosszul mondom. Na, hát ez így nem lesz jó. Vettünk live jamet, amikor otthon voltunk. Shit. Szerintem most meg fogunk halni. Az igen. Én mondtam. Nem baj. Lehet, hogy amonnan kéne jönni. Másik bonfire-től. Meglátjuk.
Hát... Mi történt? Nem jó játszok most. Az a helyzet, hogy ez a része könnyű amúgy. Lehet backstabelni. Ah. Az egy jó ötlet egyébként, mert vannak időpillanatok, amikor így megállnak. Látszólag, mintha nem csinálnák semmit. Segítség. Igen, mögé kerülni azért nehéz, mert van egy olyan atakja, amikor így visszafordul és így visszacsap, így elég brutál. Ó, haza kell mennünk vásárolni. Na, majd legalább most van szólunk. Veszünk healt. De jó.
Igen, 8-szor kell megölnie. Ó, oh, a timing. Legalább ezek a nagy medvék nem olyan nehezek. Tettem ma rántott húst. Csak ilyen airfryeres. Airfryeres rántott húst. Megint nézd meg, micsoda tiszteletlenség ez. Köszönöm. Itt egy sárkány lesz hamarosan. Elvileg ott már láthatod. Az elő, hát igazából a, igen, a boss-t, az egyiket már lenyomtuk, ez a másik. De jó. Nem. Oh, megzavart az, hogy van egy invade. Oh shit, pedig már majdnem megvolt. Felejtsd meg. Nem baj. Megpróbálom kell szaladni addig. Jól vagyok.
Ebből baj lesz. Jön majd az egész banda. Hello, Sheriff. Cső-cső. Nem baj, de itt van a Soul, úgyhogy azért szaladtam vissza. Hát, melós ez a rész. Előbb-utóbb csak meg lesz ez a 8. Tehát... Előbb-utóbb elfogynak. Szó szerint. Valami van. Hát, ki tudja ezt számon tartani. Ó, nem, hát én nem verek szét kontrollert meg ilyenek. Én nagyon ilyen hidegvérű vagyok ilyen szempontból. Általában persze vannak napok, amikor inkább nem szivatnám magam.
Jó, hát a LOL az persze az más. Az az igazi Rage Game. Nem a Cat Mario meg ezek. Fogynak, fogynak. Boing. Mondom, előbb-utóbb elfogynak. Tehát... muszáj nekik. Akkor viszlát. Hát, farmolok, meg ürítem a pályát. Amúgy haladnék előre, csak hát... nem megy ez olyan könnyen falu helyen. Jó. Amúgy, ha egyedül van, nem olyan vészes. Ha többen vannak, akkor szívás. Na most valami más, hogy van. Úgyhogy elhaladunk. Na, csak itt is van egy mi. Jó, az resetel. Valami most más, hogy van. Én nem tudom, mi van.
valami nem tudom, valami tényleg máshogy volt. Hát, na mindegy. Ah, megint nincs healünk. Bassza meg. Nem baj, legalább fogynak. Nincs, de van. Hát tudunk venni. Megnézzük. Az a biztos. Igen, ez valóban egy kicsi HP ott maradt. Egy ütése kevesebb kéne. Azt mondja, hogy... Ja, hogy már large kell. Hát tettünk rá. Large-ot meg szerintem nem árul. Nem, csak simát. Oké. Még nem. Jó. Akkor veszünk healt is. Hát az ennyit nem. Oké. Okay. És akkor még lehet, hogy szintet is lépünk. Szerintem tudunk. Hát egyet tudunk. Hát akkor menjen erre, ha már ennyire mondjátok. Na, én meg elmegyek, hozok sört, az a biztos. Azonnal jövök vissza. Egy szek.
Itten is vagyok. Hoztam sört, de ez egy másik fajta sör, úgyhogy beírom ide a chatbe. Ez a Fate in Futures Northern Monk. Ez egy hazy IPA. 6%. Stream végére pont jó lesz. Mondjuk az előző is hazy IPA volt, de na mindegy. Igen, szűretlen, jajaja. Hát megmutatom, jó? Szek. Szóval, ja. Így van, a Coop saját márkás narancslé. Azaz. Na. Azt mondja, hogy mondtátok, hogy nézzük meg a statoknál az agility-t. 88. Mit gondolsz erről? Nevermind. Sok vagy kevés? Kevés. Hát ez remek. 105-re kéne fölvinni. Jobb. Megegyeztünk. Na. Itt már, ő már nincsen. Az nem érdekel. Ez itt meghalotta a Boinkot. És úgy döntött, hogy visszafordul. Jó tett a szintlépés a kardon. Mindenképp. 85-től van extra iframe-em. És két ütésből megvan. Ó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó ötlet volt, hogy léptessünk a kardon. Ez sokat segít most nagyon. De ez milyen már, hogy statot növelek és nő vele az iframe. Durva. Egyszer úgy megnézném a... Hát tudom, hogy úgy se értenek bele semmit. De úgy megnézném egyszer a forráskódját egy Souls game-nek. Csak úgy egy évet eltölteni vele, csak úgy tényleg nézni, hogy mi a tök van. Jó, ennek meg 4 kell. 4 fast attack. Nem, éjfélig nem játszunk. Még egy órát mondjuk. Fáradt vagyok már. Az az igazság, hogy ma is dolgoztam. Viszont befejeztem a pályázatot. Mármint... Istenem. Na mindegy. Mármint legalábbis a első verzió kész van. Úgyhogy most jön az, hogy szerdán beszélek a főnökkel. Elküldöm neki. Aztán csütörtökön lesz egy meetingem pár oxfordi kutatóval, akik hát remélhetőleg segítenek majd egy kicsit.
adnak pár tippet. Az előbb se spawnolt már a első mackós ajt. Ezt nem tettük be a... az övünkre. De nem kell betenni, ha nem hílelsz. Igen, ha nem ütnek meg, nem tudom mit mondtam, de ja. Tehát nem kell heal, ha nem találnak el. Igen. Piasztó. Ja, igen, ott a szól. Na. Valami fura. De nem baj, megoldjuk. Shit. Ő így kivonja magát a forgalomból ilyenkor. Tehát így nem érdekli. Jó, hát három fastetek az elvileg elég. Ezekkel szívok, ezek mindig egyszerre jönnek. Hát megpróbálom őket kihúzni, amennyire lehet. Hát, ha valamelyik visszatér a alapállapotába. Oké. Na. Hát, ha eljutnánk már a sárkányig. Már csak egy katona van. Megpróbáljuk ide lehúzni. Hát... mondjuk ennyire ki kell. Nem kell ennyire szerintem. Elég csak ide erre a térre. De a lépcsőn nem jó harcolni, olyan... szűk a hely. Nekem az annyira nem...
megpróbáljuk itt. A kedvenc játékom? Hát ez nehéz kérdés. Meg is van. Oké, megöltük ezt először. Már csak 7-szer kell. Kedvenc játékom. Hát... most így hirtelen elsőre a Witcher-t mondanám. Azt nagyon szeretem. De nem tudom. Eddig jó. Ennek van HP-csi? Ja, van. Igen. Gondoltam, hogy be kell rásolni, vagy valahogy át kell magad tolni a izén. És utána már ütöd a lábát, tehát én klasszik Souls-like sárkány, ütöd a lábát, úgyse tud valami csinálni. Köszi. Jó, és akkor most itt mit csináljak? Mármint, hogy... ez ennyi? És akkor menjünk tovább ott a boss mögött? Húzzam meg. Húzz meg az ujjam. Ó, oh. Még jó, hogy nem álltam alá. Most jön a boss. Ne bassza meg. Amúgy a sárkányt azt mindig meg kell ölni, vagy... elég egyszer, jó, tehát nem respawnol. Human effigy. Jó lenne ide egy summon. Melyik a kedvenc fagyim? Várjátok, mennyi szólunk van? Tegyük le a szólt. Mint hogy lépjünk szintet. Mennyire nehéz a boss. Oh, ez az örök dilemma. Lépjünk szintet, az a biztos. Közepesen. Nem tudok a kardra szintet dobni, mert nincsen large titan archide-unk. Ha ismerem a movesetjét, nem nehéz, hát. Ez mondjuk érthető, vagy hát ez egy jó info.
De nem is olyan movesetjét, úgyhogy inkább szintet lépünk. És most adunk a dexre, mert az ugye ad a kardra is, ha azt vesszük. Ezt legfeljebb jövünk még egyszer, nem nagy ügy. Előbb-utóbb tényleg elfogynak a enemik. Tehát akkor ennek olyan movesetje van, ami nehéz bossoknál előfordulhat. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more power. Seek the lest this land swallow. Nem tűnik valami jó biznisznek. Tehát itt van egy soft cap. Mit értem, mennyi kéne olyan 105? Hosszú még a game. Én egyelőre adnék erre. Kicsit több damage-ünk legyen. És akkor utána nyomjuk az ADP-t is. Hát, de látod, hogy... hogy mégse. Na mindegy, menjen egyelőre ez. Legyen egy picit több damage-ünk, aztán a ADP-t meg majd szép lassan nyomjuk föl. Mondom, hosszú még a game. Azt mondod, hogy tudnánk summonolni egyébként? Itt a bossnál. Ugye először el kéne jutni addig. Igen, azon gondolkodok, hogy átmegyünk human formba, de lehet, hogy előbb letakarítanánk a pályát. Vagy legalábbis annyira, hogy ilyen minimál szinten legyenek a... Most nem jó. Tehát, hogy ne legyenek ennyien, mert ez... Lőrinc nem néz ki jól, maradjunk annyiba. Nem haltunk meg, alapvetően. Pixel HP. Ó, te is itt vagy még. Ez új. Semmi baj, megyünk tovább. Ez így hosszú folyamat lesz. De nem baj. Kiszenvedjük.
Igen, valami fura. Mondom, az első mondjuk 5 próbálkozáskor ez a középső Jóska, ez nem okozott semmi gondot. De komolyan. Nagyon ügyes vagy. Ja, mondjuk ez igaz. A hétfényt meg ráadásul munkaszüneti nap. Most ilyen hosszú hétvége van itt. Egyre jobb. Majd ugyan sokszor nem bukunk most. Szerintem. Tehát szerintem jó, tehát szint is rendben van. Most nehéz ez a rész egy kicsit. Tehát most úgy érzem, hogy ez egy nehéz fázis. Mindig elrontom. Mindig elrontom. Ez egy nehéz fázis a játéknak. Ez túl könnyen ment a boss. Hát igen. Három boss. Hát igen, mondjuk a sárkány azért könnyű volt abban az értelemben, hogy HP-ja se volt sok, meg úgy csak tényleg át kellett ott pusholni a... Tehát csak a tűz okádásán kellett áttolni a tolófájásokat. Na. Hát én ezt úgy gondoltam, hogy ez lesz a könnyebb opció, de igazából nem. Tehát a másik se volt könnyű. Tehát nem volt se nehezebb, se könnyebb ennél szerintem.
Hát igen, mehetnénk a No Man's Warfra, de akkor már nyomjuk le ezt a boss-t is. Most mindegy, farmolunk egy kicsit. Csak ne veszítsünk szólt. Hát nem tudom, amúgy az a három boss, az a trió se tűnt olyan vészesnek, csak hát igen, az, mondom, nekem egy ilyen nagy keresztem ez, hogyha többen vannak. Azzal nagyon nem tudok mit kezdeni. Sok esetben, mert látjátok, már itt is ketten vannak. Ez a nagy medve meg a kicsi. És már itt is okoskodok, hogy húzom ki a kicsit, hogy ne egyszerre kelljen velük harcolni. Valahogy ez nem megy még most. Elden Ringben már volt olyan időszak, amikor sikerült. Mondjuk ezt nem tudom, hogy miért akarom megölni. Fölösleges szenvedni vele. Na nézzük ezt a bost. Okay. Ez mégis van. Dárdáját adja sima Lightning Spear. Akkor az se nekünk való. Igazából már az meg kell, ha lightningos, kell valami, nem? Int vagy valami, ami nekünk nincs. Az ott... Az ott bántani akar? Fétes. Hát olyan nem nagyon van. Nem bánt, jó. Hello. My name is Lulu. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. És ha human formba jövünk, akkor is ezt mondja. Cracked blue eye orb. Cleric.
Parma Towers. Na, lehet a Blue Covenant-be lépni. És ha ezt fölteszem, akkor valami máshogy történik? Andi, ne hajj meg! A sokba kerül. Legyetek bátorak. Legyetek bátorak. Na jó, abba vagyom. Kétféle blue van. Ja, akkor ez másik. The Way of the Blue Covenant. Okay. Jó, jó, jó. Okay. Jó, hát akkor ez egy titkos fal. Nem. Jó. Akkor megyünk tovább. 30 000 szól van nálunk. Ó, csak egy bonfire legyen, könyörgöm. No. És akkor ez a Cathedral of Blue. Király. Na, akkor most meg tudjuk nézni a... ezt az adaptability-t. De akkor a... megesszük a soul-t. És akkor most megnézzük. Ó, nem ezt akartam. Ezt. Seek the king. Lest this land. Hogy akkor az ADP az hogy megy föl? Hát... aha. Az a baj, hogy... hát, na mindegy. Egyet rakunk rá, jó? És akkor megyünk így egyesével. Amikor megölünk egy boss, nyomunk rá egyet. Most jobb ötletem nincsen. De szerintem az, hogy 10-től 20-ig ad 7 pontot összesen. Ha jól értem. Nem ezt írja a guide? Tehát, hogy... 3-tól 10-ig összesen 2, utána 10-től 20-ig összesen 7. Mert az úgy kiadná, hogy... 88-ról fölmegy 93-ra az 5, és 16-ig megy. Hát igen, de nem egyesével... megy, hanem hogy 10-ről fölmegy 20-ra, az ad rá 7-et. Csak itt azért nincs most már gondolom tört szám, és nem matematikailag kemerek itt, hanem lecsapja a doubled intre. Mert utána meg jó. Tehát... jó, nem baj, mehet szépen egyesével, hát nem az... mondom, hosszú ez a játék, szóval... megy, ahogy megy. Erre biztos adunk, mert... az a nő a damage-ünk. Meg kicsit keveslem... a... staminát. Megmondom őszintén. Valamiért nekem most ez a... Uchihoz picit több stamina kéne. Tegyem 11-re. Szóval
Hát meg nagyon soknak, na mindegy. Jó, menjen így. Jó, ez 40. És akkor adunk most majd a kövi után a Endurance-re meg a Adaptability-re. No. És veszünk. Healed. Javítsak fegyót. Nem kell szerintem. De megnézzük. Van egy Lockstone-om. Fogalmam sincs. Pharos Lockstone? Mintha lenne. De ez hol van? Ki? Mert az kéne? Már most így a közeljövőben. Te itt nincs semmi. Itt akkor csak a izé van a... Ja, akkor amonnan kéne menni, ugye a másik boss. Vagy van itt még valami? Wretched. Oké. Akkor átmegyünk a ide. Dragon Rider. Rider, jó. Oké. Jó, eltűnt innen a hölgy. Lehet, hogy elment Majulába, vagy? Erre? Oké. Mindig csak visszatérve erre a kedvenc játékra, Sherit Adri kérdezte, hogy nem, én nekem a Witcher az tényleg ilyen endless content. Már abban az értelemben, hogy tehát sokat is játszottam vele. Hát a 1-2-t is végigvittem többször, ugye a 3-at is 3-szor vagy 4-szer, tehát szerintem a Witcher 3-ban van vagy 6 vagy 700 órám. És még nem néztem meg az új contentet, ami jött a... Oh, hello. Két ütés. Szóval nem néztem meg az új contentet, ami jött a... Next Gen Update-tel. Azt is meg kéne. Sőt, még igazából különösebben meg sem néztem a Next Gen Update-et, csak elindítottam még amikor megjelent, aztán hagytam is, elég sűrű volt a tennivaló. Úgyhogy csak meg kéne nézni, hogy mi az új content. Illetve, hogy néz ki a játék. Szóval egy streamet biztos, hogy rá fogunk szentelni. Csak én majd megálmodom, hogy hogy kéne, mert... Ray tracing nélkül sima az ügy. Tehát ott biztos, hogy nem lesznek ilyen performance parák, meg ilyesmi.
Jó nagy piszkátóréje van. Csak ugye... Tehát a ray tracing-gel nem biztos, hogy a stream meg a... minden olyan nagyon jól működne, hát majd meglátjuk. De... mindenképp jó lenne megnézni. ...30-80 nem tud eselét. 30-as szériából csak a 90 tudja az eselét. De... mehet eselé nélkül is, mert az egyikről megy a game, másikról meg streamelek, szóval... make sense, amit mondasz, csak eselé nincs. 30-as szériából csak a 90-esnél rakták be. Ez egy felvonó. Bocsánat, levonó. A Skyrim-et annyi, olyan régóta akarom már nyomni, csak valahogy mindig van valami. Most is rengeteg olyan játék jelenik majd meg, amivel játszani akarok. És mindegyik rohadt hosszú. Mondjuk ennek oka van. Szeretem a RPG játékokat, és azok hosszúak általában. Na mindegy, a lényeg, hogy hogy fogunk ezekkel játszani, csak idővel. Igen, a Skyrim is nagyon-nagyon hosszú. Mondom, a... hát ez... a Baldur's Gate-tel is akartam, ugye ott van a... ó, ne. Ne. Na mindegy. Szóval van tervben rengeteg játék, csak az idő az, ami hiányzik. Ja, és jön a Little Nightmares 3. Azt most bejelentették, jövőre jelenik meg. Úgyhogy az nekem a, nekem nagyon nagy kedvenc a Little Nightmares. Van-e Fragment Branch-em? Az key item, ugye? Vagy nem? Első fül... nincs. Jó. Hát üljünk le. Üljünk le. Igen, ha hát mondjuk ezt a sárdért érdemes lenne. Az igen. Semmi baj, jól vagyok. Semmi baj. Kéne majd fákja. Hát valahol majd gyújtunk tüzet, ahol lehet.
Mondjuk ezek ilyen nagyon gyenge mobok. Szerencsére. Mondom, erre majdnem megöl. Jó. Ez itt mit csinál? Láttátok, hogy kapaszkod? Egy korláton függő holttestben volt. Visszább? Azt hittem, hogy az ajtó mögött. Na hiszen megnézzük, nehogy itt hagyjuk. Vagy fölvettük, csak nem figyeltem. Igen, ott egy béka. Itt meg már a lift van. Hát fel tudunk vele menni, de... Ezt tussád, az milyen item egyébként? Erre meg biztos nem volt. Hát itt tuti mindent felvettem, úgyhogy... Békáknál nézek fel. De ez most mit keresik már megint? Reloadolt a map. Ó. Oh. Oké, tehát akkor be kell menni a békák mögé. Jó, hát bemegyünk majd, hogyha lesz... Ha lesz branchünk, mondjuk tudunk venni, az 4000 a branch. Meg is el tudunk venni, ja 12 kell, akkor kár volt leülni, na mindegy. A Pharos Lockstone, ami így. Okay. Leszedjük a lövőt. Hmm.
Hello? Itt egy láda amúgy. Tüzet hozhattam. Titanite shard. Itt... itt... nem, az túl magasan van. Jó van, megöljük itt még a másik árcsört, és akkor hozunk tüzet. Hű! Te honnan kerültél elő? Gyújtogassunk. Mi ezt nem lehet? De lehet. És kapok valamit, ha meggyújtom mindet? Vagy ez csak ilyen... értelmetlen dolog. Nincs értelme. Szól. Mondjuk időre megy. Tehát sok időm nincs itt vacakolni, mert ugye a fákja az... ugye elég. Lehet, hogy így kevés a 7 perc. De hogyha nem kóvágok, hanem jövök egyből, akkor lehet, hogy elég. Meglátjuk. That might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Oh. Curse. I've no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the order and prove yourself in battle. Ez is be akar szervezni minket? My family had little fortune and no name.
I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. I'm sorry to burden me with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Okay. Hüha. Csak felfelé. Az az only app. Itt egy ajtó. Me off. Okay. Volt még vagy három? Hát egy perc alatt lenyomjuk őket. What? Uh.
Ez fura volt. Mint abban az értelemben, hogy... Oh-oh. Volt még. Semmi baj. Jövünk megint. Fákját venni kell, ugye? Kéne. Nem lehet. Na várjunk, akkor... Azt csak találni lehet. Az baj. Kár volt visszamenni. Shit. Tehát akkor lootolni kell a Forest of Fallen Giants-ben. Hát jó. Szerintem itt ma megállunk akkor, mert kezd este lenni. Én már kezdem elveszteni a koncentrációt. Úgyhogy... ja, megállunk mára. Folytatjuk majd. Hát pontosan nem tudom, hogy melyik nap, valószínű hétvégén. Ja, egy streamben két éria, igen. Egyet megcsináltunk, elkezdtük a másodikat. Nem tűnik vészesnek, persze akkor kell a fákja. De majd intézek a következő streamre, és akkor lenyomjuk ezt is. Na, holnap befejezzük a Last of Us-t, most már tényleg. Holnap fixen lesz stream. Tehát csak ha nagyon valami olyan jön közbe, akkor marad el, de igyekszem, hogy ne jön közbe semmi, úgyhogy holnap befejezzük. A jöveti menetrend pedig majd hétfőn formálódik. Jelenleg úgy néz ki, hogy a hétköznapok az így elég esélytelen. Pénteken már van rá esély. Hétvége megmegy. Tehát hétvégén lesz stream, de a hétköznapok azok eléggé húzósak most, úgyhogy valószínűleg nem lesz stream. Csak pénteken leghamarabb. Holnap viszont még biztosan lesz, úgyhogy találkozunk holnap is. Köszönöm a cheert, Sherit Adri, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a tippeket. Mindenképp sokat segítettek. Addig is ugye én kívánok nektek kellemes hétvégét. Találkozunk holnap is. Szevasztok!